történet szereplői kitalált személyek. Bármilyen hasonlóság csupán a véletlen műve. Most akkor nem leszek szent, ha ezt ide dobom, vagy mi? És mi van a bűnbocsánattal? Atya! Hanyac Róbert, Dobos Imre, Márton Erzsébet, Gajai Ágnes, Tóth Tünde, Firtos Edit, Debelka Mária, Fodor Réka, Lélek Sándor, Fábián Enikő, Molnár Júlia, Mengyes Palgi Sándor. A bátor Huán atya, 9. rész. Sabemos el por qué los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibir esta pasión y que nos van a lapidar y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Hogy megint ezzel zavarom, de biztos vagyok benne, hogy az egész Kosztá ötlete volt. Kosztá? Igen. Nem. Nem, Clara. Kosztá nem olyan ostoba, hogy ilyen baklövést kövesse. Nem, persze, hogy nem az atyám. Csak azt mondom, hogy ebben a faluban még soha senki nem kért tőle magyarázatot semmiért. Nekem van rá magyarázatom. Kosztá megöli azt a férfit, aki nem korai. De ő ezt nem tudja. Jó, és ha az egész csapda volt? Ezt nem tudom megítélni. Kosztá önt is félrevezet? Engem senki nem vezet félre, Clara Gerico. Senki nem vezet félre, Clara. Te nem ítélheted meg ezt az embert, mert vele kell majd szembenézned életed végéig. Hiszen ez a férfi a családod tagja lesz. Köszönöm, anyám. Megnyugtat, ha magával beszélek. Minden esetre azt hiszem, több kérdést kaptam, mint választ. Viszontlátásra. Ha már a kérdésekről van szó, amelyekre nincs válasz. Egy eljegyzési gyűrű nagyon fontos, szent dolog. Hol van a tiéd? Levette. Szereted a gálás lovagot játszani, imádod, nem? Hová tetted? Figyelmeztetlek, Amanda, ne szállj szembe vele! Már megtettem, Manuel. Most neked kell engedned. Például felejtsd el Elisát, az egy szép gesztus lenne. Mintha elefánt csontolnám. Ráadásul az is megjön mindent, hogy én élvezhettem először a májaik lakrútban. Csupa bűvá ez a Lautaro! Ne az Isten szerelmére kérlek! Lautaro! Mit csinál, te szerencsétlen? Te ne szólj bele! Ez a szemét majd megvédi magát egyet. Lautaro! Gyere ide! Állj fel, te gyáva! És von vissza, amit a lányból mondtál. Miért? Csak a megyasszonyod. Mi van, Nóra? Nem te vagy ennek a félkegyelműnek a... Lautaro! Lautaro, hagyd abba! Hagyd abba, kérlek, elég volna! Hagyd abba, 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 hagy
kifelé, vagy hívom a rendőrséget. A helyet. Hozzá, a mennyiséges ilyen. Mennyit? Ez felháborító. Vigyétek el ezt vissza. A faluban? Nekem? Ki másnak? Van még valaki a szobában? Nincs. Én nem gondolok ilyesmire. Pedig kellene, fiatal ember vagy. Nem tudom, egy ilyen jóképű fiúba biztos sokan szerelmesek. Vagy nem? Neked jó állásod van. Egyikük neked teremtetett, nem? Mondd csak. Magunkhoz szólva. Voltál már lányjal valaha? Sekrestés úr, Isten házában vagyunk, kérem. Ó, bocsáss meg, Pipó, igazad van, bocsáss meg. Néha elfelejtem, hogy szent helyen vagyunk. Ne haragudj, váltsunk témát. Van itt foci csapat? Igen, és nagyon jó csatár vagyok. Na nézd csak. Maga milyen poszton játszik? Én egy nagyon jó középcsatár vagyok. Hogy életem szerelme leutálom. És kész vagyok érted mindent megtenni, csak ne hagyja engem. És ha oda kell adnom, amit más nőtől, úgyis megkapsz.